Véget ért a parlament tavaszi ülésszaka. Ilyenkor általában pihenni mennek a képviselők, és nagyjából augusztus végéig tart az uborka szezon. Ez a nyár azonban sokkal másabb történéseket és politikai akciókat tartogat, hogy miket pontosan, és mi lesz ennek a politikai következménye. Erről beszélgetek Forgács István romögyi szakértővel és Szalai Szabolcsal, az ATV.hu újságírójával. Szervusztok, köszöntelek titek a stúdióban. Jó estét. Nem unatkozunk belpolitikai téren semmiképpen. Mit szóltok ezekhez a mostani történésekhez? Hídlezárás, tüntetés, nagyon forró most a hangulat. Hát ugye a nyára mindig úgy szoktunk gondolni, főleg a választás utáni időszak, hogy ez egy ilyen politikai uborka szezon. Ez most nem így néz ki ilyen szempontból. Egyrészt ugye van egy sajnálatos dolog az, hogy a háború az nagyon foglalkoztatja az embereket, és nyilván a politikai döntéshozókat is. Hát a másik oldalról meg igen, a törvényhozásnak a gépezete is működik. Ugye itt volt a katatörvény és a rezsicsökkentés csökkentése, ami most azért látszik, hogy kiváltott a társadalmon belül valamilyen fajta indulatokat, vitákat, úgyhogy izgalmas időszak elé tekintünk mindenképp. Azon meglepődtetek, hogy ennyire vehemens és ilyen nagyon összehangolt támadás indult, tüntetés sorozat? Szerintem ez teljesen normális egyébként, mert hogy én úgy éreztem, hogy akik most az utcára mentek, ők nem kis csalódottsággal élték meg a parlamenti választás eredményét. Sokan lehet, hogy úgy érezték, hogy az ellenzéki pártok azok valami olyasmivel hitegették, vagy próbálták kecsegtetni őket, ami aztán már az induláskor sem nagyon volt esélyes. És így ilyen formában most akár politikusok nélkül is úgy érzik, hogy van terük, lehetőségük arra, hogy hangot adjanak a véleményüknek. Ilyen formában nyilvánvalóan a mostani nehezebb helyzet és a kormányzat egyes intézkedései azok segítenek abban, hogy ők ilyen formában a minden téren megjelenő csalódottságokat vagy a dühüket az utcára vigyék. Tehát ezen mondom, hogy ez kizárólag csak a kormánynak szól. Ezek az emberek lehet, hogy évek óta folyamatosan csalódnak valamiben, ez most összeadódott. Igen, de az szembetűnő, hogy mennyire nagy vehemenciával hajtották el azokat az ellenzéki politikusokat, akik igyekeztek erre rátelepedni. Ennek mi lehet az oka? Mi nem értek egyet azzal, hogy rátelepedtek volna politikusok. Szerintem nagyon ügyesen lavíroznak ilyen szempontból, hogy azért megérezték azt, hogy tulajdonképpen a nép sem feltétlenül, vagy az utcán demonstráló tömegek sem annyira kíváncsiak, meg nyitottak rájuk. Ugye volt az elmúlt napokban is olyan demonstráció hétfő reggel, amit konkrétan úgy hirdettek meg, hogy nem szeretnének pártpolitikusokat, pártpolitikai zászlókat látni, nem szeretnék, hogy ellenzéki politikusok beszéljenek, és ez találkozik a másik oldalon egy olyan fajta elvárással, hogy egyébként ezek a kormány bizonyos intézkedéseire, vagy általánosságban ugye a kormánnyal kapcsolatos indulataikat kifejezni akaró emberekben van egy elvárás, hogy szeretnék, hogyha a parlamenti ellenzék az utcán is megmutatná magát, úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen ambivalens viszony, hogy kicsit így gyűlölve szeretik most ezeket az embereket, hogy nem olyan jó, hogyha ide jönnek, nem olyan jó, hogyha szónokolnak, és hogyha így úgymond égetik ezt a társaságot, vagy lejáratják ezt az ügyet, az egyik oldalon ez is benne van. Ebben a tömegnek a logikájában, a másik oldalon pedig az is ott van, hogy igenis elvárják tőlük, hogyha már a parlamentben olyan túl sok mindent ezek között a politikai viszonyok között nem tud elérni a parlamenti ellenzék, akkor legalább a képviselő urak és hölgyek jelenjenek meg a demonstrációk. Igen, de Márki-Zay Péter előkerült, és azonnal ugye tüntetésszervezet. Hát nem is volt benne köszönet, tehát azért nagyon gyorsan találtak olyan mondatokat az ellenzéki összefogás korábbi miniszterelnök jelöltjének a felszólalásában, megnyilvánulásaiban, amire azért a kormánykritikus sajtóban is felhívták a figyelmet, hogy problematikus. Ugye volt egy adokkapok is, mert hogy a Kétfarkú Kutyapárt szervezett demonstrációt, és az általuk ácsolt színpadra állt föl Márki-Zay Péter, és hát aztán Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt elnöke, miután megkapta a mikrofont, akkor meg is jegyezte, hogy hát nagyon jó, hogy ezeket a dolgokat elmondta Márki-Zay Péter, de ő azért a Kétfarkú Kutyapárt ellen kampányolt a választásokon, vagy arra kérte a választókat, hogy senki ne szavazzon rájuk. Tehát ilyen szempontból az ambivalens viszonyok az nem csak a tömegen és a politikusokon belül, hanem a politikusok egymás közötti viszonyában is látszik. Én arra azért hát hívjam fel a figyelmet, hogy szerintem eltűntek a pártok két párt kivételével, és két olyan párt tűnik továbbra is pártnak, akiket egyébként a választásokat megelőzően elsősorban az ellenzéki összefogás pártjai által preferált közvéleménykutatók nem nagyon akartak észrevenni. Tehát jelen pillanatban az én meglátásom szerint a Kétfarkúak, és egyébként a Mi Hazánk az egyedüli olyan érdemi
párt szerveződés ma Magyarországon, amelyik pártként értelmezhető. És ezt inkább azért gondolom most, mert ha megnézitek, akkor gyakorlatilag az ellenzéki oldalon megszólalók, azok gyakorlatilag nem is nagyon képviselnek pártokat. Tehát éppen szétesik a Jobbik, éppen elfogy az MSZP. Nincs érdemi ellenzéki párt tömörülés ebben a pillanatban az én meglátásom szerint. Személyeket látunk, embereket látunk. Jámbor Andrást nézem a televízióban, amint éppenséggel valamit közvetít. Hányan tudják róla, hogy melyik pártból került ő be a parlamentbe, vagy mi kit képvisel? Tehát a gyakorlatilag... Szikra mozgalmat itt azért említsük. Na hát nem tudom a nézők közül hányan tudják, hogy a Szikra mozgalom egyébként mit és hogyan képvisel, vagy akár Nyírbátorban, Salgótarjánban, vagy bárhol máshol. Tehát, hogy itt magánembereket látogatok, akik politikusok, kimennek, közvetítenek valamit, próbálnak odaállni valamilyen politikai történés kellős közepébe. Ilyen formában Márki-Zay is gyakorlatilag egy személyes ember volt, akit oda tettek egy összefogás élére, miközben mögülük elfogynak a pártok. Tehát nincsenek pártok. Amely pártok maradnak, azok, ahogyan mondtam, az én meglátásom szerint a perifériára voltak, akár esetleg erőszakkal is tolva. De azért nem a periférián volt, azért Gyurcsány Ferencet mindenki ismeri, ő a Facebookon üzente meg, hogy készülünk, készüljetek, de a lázadók nincs is mire készülnek. Ezért, de a DK nincs is az utcán. Mi ennek az oka? Hát pont ez, hogy ugye ilyen szempontból nagyon érdekesek Gyurcsány Ferencnek a mozgásai, mert ugye, ahogy már korábban is elmondtam, van az országban egy olyan szerintem nagy csoport, aki alapvetően elégedetlen a kormánynak vagy aktuális intézkedésével, vagy úgy unblock az elmúlt 12 év frusztrálja, és szeretne valamilyen fajta politikai változást, de mondjuk a parlamenti ellenzékben nem látja az alternatívát, nem látja a lehetőséget, a kormányzó képességet, és hát ugye azért Márki-Zay Péter, vagy akármelyik másik vezető ellenzéki politikus, aki a 2022-es kampányban részt vett, ők tulajdonképpen egy hát elég kudarcos szereplést tudhatnak magukénak, és sokan gondolkodnak úgy a tüntetés résztvevői közül is, hogyha ezek az emberek idejönnek, és az élére állnak ennek a dolognak, akkor az, hogy az ő kudarcuk, ami április 3-án történt, az tulajdonképpen így megmérgezi ezt az egész ellenállást, ami most az utcán szerveződik. Persze nem több százezer emberről van szó, tehát azért itt egy kicsit le kell rángatni a földre azokat az embereket is, akik már itt a kormány elzavarását vizionálják, mert én azért mindig meg szoktam jegyezni, hogy csak Budapesten van 500 ezer potenciális ellenzéki szavazó, és hát látjuk, hogy néhány száz vagy néhány ezer ember van az utcákon, akár a Kata, akár más ügyben, tehát... Pedig a rezsicsökkentés nagyon sok embert érint, tehát ugye a Kata az nyilván ugye most itt ugye 400-450 ezer emberről beszélünk a Kata kapcsán, de a rezsicsökkentés csökkentése nagyon sok embert érint, szinte senki nem tudja kivonni magát alóla. Ez a Fidesznek vagy a kormánypártoknak rosszul jöhet, az ellenzék valahogy mégsem tudja ezt meglovagolni. Miért? Hát pont ezek miatt, a strukturális problémáik miatt, tehát a hitelességi válság, amiben tulajdonképpen az ellenzéki politikusok, vagy a mainstream ellenzéki politikusok benne pörögnek, mert ugye egyébként szerintem István sem látja, hogy a Kétfarkú Kutyapárt, vagy a Mi Hazánk úgymond látható ilyen szempontból, vagy valamennyire működőképes. Én egyébként a Demokratikus Koalíciót és a Momentumot is ezek közé sorolom, de tény, hogy a Kétfarkú Kutyapárthoz és a Mi Hazánkhoz olyan nagyon vállalhatatlan, nagyon égő dolgok nem kapcsolódnak ebben a választási kampányban. Igen, ugye? De csak a fővárosról beszélünk, István, szerinted miért van az, hogy vidéken nem tudnak átütő erőt mutatni, nem tudnak igazándiból olyan erőt mutatni az ellenzéki pártok, amivel meg tudnák mozgatni az embereket? Azért, mert ezek a pártok gyakorlatilag Budapesten is alig léteznek, tehát itt érdemben, ha most klasszikusan pártokról beszélünk, rendszerváltás óta eltett 30 év, egész egyszerűen nem maradtak pártok, nem maradtak érdemi pártok a politikában. A Gyurcsányféle DK az, amelyik fel tud mutatni egy tagságot, befizetik a tagdíjat, szerveznek havonta valahol vidéken egy ülést, elmennek oda a párttagok, tehát egy pártnak elméletileg működnie kellene, nem pedig folyamatosan, kizárólag a médiában való reakciókkal felmutatni azt, hogy ő egy létező dolog. Itt érdemi párt életet kellene felmutatni, erre gyakorlatilag nagyon kevés párt alkalmas ebben, vagy képes ebben a pillanatban, és ez vidéken még inkább látszódik. Tehát, hogy vidéken az emberek érdemben úgy foglalkoznak a napi politikával,
hogy mindenki a saját életére vonatkozóan próbálja dekódolni mindazt, ami történik, erre vonatkozóan határozza meg, hogy azt, hogy valami támogat, kevésbé támogat, hasonlók. De a lényeg, hogy az emberek vidéken ebben a pillanatban, ahogy ez eddig az elmúlt években is volt, nem igazán érzik azt, hogy itt változnia kellene bárminek, vagy legalább olyan... Elégedettek akkor ezek szerint? Tehát a rezsicsökkentés kérdése nem zavarja meg őket? Úgy érzik, hogy ki kell várni, hogy mi lesz mondjuk a rendeletben, de alapvetően nem elégedetlenek? Én azt gondolom, hogy elégedetlenség egyébként akár vidéken is lehet, csak itt megint az a kérdés, hogy hasonlítsunk össze valamit valamivel. Tehát ha nagyon egyszerűen gondolkodom, akkor bárki, aki kimegy a Margit hídra tüntetni, vagy akár vidéken egyébként felszólal a kormány ellen, a legegyszerűbb kérdés az, hogy rendben, te hogy csinálnád máshogyan? Te mit kezdenél ebben a helyzetben ezekkel a struktúrákkal? Mit változtatnál? Miért bízom én te rád az életemet vagy a jövőmet? Jó, ezt a politikusok felé intéznék ezt a kérdést, és erre nincsen adekvát válasz, ugye? És ezzel szerintem egyébként az emberek túlnyomó többsége tisztában van. Tehát, hogyha holnap azt mondaná a Fidesz, hogy tessék ellenzéki összefogás, vezest holnaptól te az országot, nagyon kevés ember gondolja azt, akár az ellenzéki szavazók közül is, hogy meg lenne az a tudás, meg lenne az a képesség, meg lenne az az alkalmasság, amivel akár ebben a nehéz helyzetben is, esetleg egy alternatív megoldásban egy másik képződmény értelmesen jó irányba vihetné ilyen formában az ország dolgait. Szóval, hogy egyetértően bólogattál. Hát igen, szóval, hogy szerintem nem csak az ellenzéki választópolgárokban, hanem sok ellenzéki politikusban is benne van az, hogy már a választások előtt is, persze a tévéstúdiókban nem így kommunikáltak, de azért a háttérbeszélgetésekben nem egyszer elhangzott az, hogy azért nagyon nehéz lenne itt minisztériumokat felállítani, az államapparátust működtetni, tehát óriási káderhiány van, ugye szoktak azzal példálózni, hogy a bécsi szociáldemokrata párt szervezetnek több tagja van, mint a Magyarországon levő összes pártnak összesen, tehát hogy itt azért tényleg nagyon súlyos humán erőforrás problémákkal küzdenek ezek a szereplők, úgyhogy... Milyennek az oka? Hát alapvetően az, hogy apolitizált a társadalom nagyon, tehát hogy van valami fajta olyan elfordulása a pártpolitikától, hogy ez ma egy ilyen nem csak a fiatalok számára, hanem szerintem az idősebb generáció, akiről ugye sokszor azt gondoljuk, hogy politikailag aktívabb, már ők is úgy vannak vele, hogy azért nem szívesen adják a nevüket, az arcukat, nem szívesen mennek el plakátolni, dolgozni különböző politikai szervezetekbe, és hát az van, hogy azért, hogy is mondjam, tehát így elnézve, és akkor itt nem csak az ellenzéki politikusokról beszélve, hanem elnézve mondjuk ezt a 30 év alatt kialakult politikai elitet, azért a rendszerváltozáskor nem, most próbálok ilyen politikailag korrekt lenni, tehát hogy nem ilyen kvalitású figurák ültek azért 30 évvel ezelőtt az országgyűlésben, tehát azért komoly közgazdászok, jogász emberek, tudós emberek, írók, művész emberek, tehát az értelmiség, a vezető réteg ült a sokszor az országgyűlésben. Ma azért elég kontraszelektált a mezőn, szerintem sok olyan komoly polgári foglalkozású ember van, akit nem annyira vonz a politika ilyen szempontból, és ez is egy komoly probléma, de még egy kicsit visszakapcsolódva arra, hogy szerintem is egyébként komoly bajban van a kormány oldal, és a rezsicsökkentés csökkentése, meg ezek az intézkedések, meg az a gazdasági helyzet, amiben azért valamennyire nyilván az elmúlt 30 év, az elmúlt 12 év gazdaságpolitikai döntése is belelavírozták az országot, de hát tulajdonképpen most azért van egy nemzetközi helyzet is, ami ugye egyre fokozódik, hogy egy ilyen klasszikust használjunk, tehát hogy ebben a helyzetben mindig aki kormányon van, annak azért megsínli a támogatottsága az, hogy megszorításokat kell bevezetni, tehát ilyen szempontból lesznek gondok a kormány oldalon, csak addig, ameddig a parlamenti politikai ellenzéke a kormány oldalnak olyan, amilyen, addig nem azt fogjuk látni, hogy a Fidesz oldaláról eltűnő szavazók a másik oldalon megjelennek, hanem ezek vélhetően olyan szavazók lesznek, akik passzivitásba fognak. István, milyen politikai őszre számítasz? Mondjuk maradt még egy percünk, ez mind a kettőtöknek szól ez a kérdés. Én nagyon gyorsan azt mondanám, hogy én abban bízom, hogy az emberek túlnyomó többsége ad némi megelőlegezett bizalmat a Covid-járvány viszonylag megfelelő kezeléséből szerzett tapasztalatok alapján a kormánynak. Akkor is elhangzott, a kormány mondjon le, Covidot nem tudja kezelni, valahogy mégiscsak megoldották. Én bízom abban, hogy az emberek túlnyomó többsége elhiszi azt, hogy a kormányzat talál olyan megoldásokat, amelyekkel
lehet valamilyen irányba mozdulni ebből a nehéz helyzetből, és szerintem meg fogja érteni az ellenzék jelentős része is azt, hogy egyfajta opportunista hozzáállással most ebből olyan politikai tőkét kovácsolni, ami még nehezebb helyzetbe hozná az ország kormányoztatóságát, az nem vállalható. Szabolcs? Szerintem igazi, valós, nagyon komoly válsággal most néz először szembe ez a kormány, és ez lesz az első igazi erőpróbája annak, hogy a kommunikáción túl a válságkormányzásban is sikeresek lesznek a Orbánék. Szalai Szabolcs, Forgács István, köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt voltatok. Köszönjük.